Üdvözlök minden kedves nézőt, én Peti vagyok, és a mai videóban értékelni fogom az 500 000 forintos versenyre épített épületeket. Ez a verseny a Kész Group jóvoltából jött létre, illetve ez az event az Uborcraft szerveren futott, amire te is fel tudsz jönni és játszani akármikor, amikor szeretnél. Az IP cím play.uborcraft.hu, a későbbiekben is lesznek még majd hasonló eventek. Illetve amit még gyors tisztázni szeretnék a videó elején, nagyon sajnálom, hogy sok építmény nem kerül értékelésre, mert az igaz, hogy meg lett építve, és tök jól néz ki, de egy csomó ilyen építményt nem küldtek el a Kész Group Instagram oldalára, pedig ez is a feladatok között volt, ahol hirdettem a versenyt, odaírtam, vagy oda mondtam a feladatok közé, és ezt sokan sajnos nem teljesítették, és ezt nagyon sajnálom. De azért minél több ilyen királyépítményt próbálok bemutatni, viszont először azokkal kezdem, akiket ténylegesen tudok értékelni is. Az első épület itt is van, és itt most el is szeretném nektek mondani, hogy a téma az mi is volt valójában, igazából. Tehát a téma a fenntarthatóság volt, és ezen a témán belül akármilyen épületet lehetett építeni, amit csak elbírnak képzelni a versenyzők. Itt látom, napelemeket használhat az illető, hogy hátul van még egy fa is. Én erre 5 pontot adok. Nem mondom, hogy én tudnék jobbat, de azért vannak itt szépségek. Itt is van a következő, ahol kicsit dizájnosabbak már a dolgok, viszont nem egy olyan hatalmas nagy épület, de szépnek szép, ez egy 6 pont. Itt is van a következő, illetve most el szeretném mondani, hogy is zajlik az értékelés, mert nem csak az én pontszámom befolyásolja a versenyt, mivel rajtam kívül a zsűriben még van 4 tag, méghozzá 3 kézgrúpos ember és Fábián Miklós. Azaz Lucky. Tehát a videó végén a pontszámainkat majd összeadjuk, és az alapján megmondom nektek, hogy ki lett az első 3, mivel az első 3 helyezettet díjazzuk. És ez az építmény egyébként elég terebélyes, szerintem nagyon jól néz ki, főleg itt a teteje elég dizájnos, ez a rész itt nagyon tetszik. Ez számomra ér, hát egy 8 pontot. Ez egy elég erős építmény. És itt vagyunk a következő helyen, aminek a környezete egyébként nagyon szép, meg ezek a fák is jól föl lettek építve, de igazából az épület volt a lényeges, az pedig hát ennyi. Így ez egy 3 pont. Ó, ez a hinta tök jó. Meg ez a tábortűz, ilyet se láttam még. Na de menjünk tovább. És itt is van a következő épület, ami marha magas. Tényleg talán ez az egyik legmagasabb. Különböző érdekes szintek vannak építve. A berendezése egyébként nem rossz, nem rossz. Ó, ide van építve egy sárkány. Ez tök jól néz ki. Jó, hát én erre az épületre 7,5 pontot adok. És itt vagyunk a következő épületnél, ahova nagyon szépen besüt a napocska. De nem a napot kell értékelni, meg a napfényt, hanem az épületet, ami szép, tényleg szépen néz ki, csak hát nem olyan túl nagy, meg nincs annyira berendezve, de ez a fa, ez jó ötlet volt. Hát én erre egy 6 pontot adok. És itt van a következő, ez egy ilyen kis tömzsi fa, amin körbe így fölmegy egy lépcső. Itt van egy ajtó. Hello? Hát én erre mondjuk adnék egy 5,5 pontot. És itt is van a következő épület, ami picit egy parkolóházra hasonlít, de legalább szép, nagy terebélyes. És a teteje, az tök jó kis parkos. Hát ez az épület tőlem kap egy 7 pontot. Azért nem 6 és felett, mert az egész tök szépen be van rendezve szintenként, tehát ezzel tényleg azért itt lehetett munka a rendezésekkel. És itt is van a következő, aminek a bejáratához ilyen kis kanyarodós út vezet föl, és bejövünk, és itt a házikó. Ez ilyen kis aranyos kompa. De amúgy nagyon tetszik, csak az a baj, hogy pici, de tök jó ez a környezet, nagyon tetszik. Viszont mivel nem lenne fair a nagyobb épületekkel szemben erre sok pontot adni, ezért neki adok 6,5 pontot. Ez lenne a következő építmény, ami szintén tök jól néz ki, sőt ez a kerítés is. Csak az a baj ezzel is, hogy pici a többihez képest, szóval erre is egy 6 pontot adok. Itt is lenne a következő építmény, aminek az alja nagyon jól néz ki. Tök jó dizájnos ez az egész kis telek. Számomra ez is egy 6 pontot ér, úgy kb. És itt is lenne a következő, ami hát egy olyan 5 pont. És itt a következő, ami elég érdekes, ott van egy napszemüveg, itt meg egy kész tart, 3 könyvet, aminek a tetején van egy kalap, fejjel lefelé, és itt meg virágok. Szép ilyen dolgokat tud építeni emberünk, de sajnos azt kell mondjam, hogy 4 pont. És itt vagyunk a következő helyen, ami hú, de növényes. Oké, itt a házban egy fa van, jaj, hol a berendezés? Akkor úgy gondolom, hogy ez az építmény legyen 5 pont. És itt is vagyunk a következő épületnél, ami elég jól néz ki, és hatalmas nagy. Na ez brutális lett. Az építő előtt le a kalappal. Tényleg, tehát ez nagyon jól néz ki, illetve mi történt most? Ó, hogy ennek még ilyen víz alatti része is van. Jó. Eco Hotel recepció. Ó, és itt van egy lift is. Oké, itt vagyunk a tetején. Hát a belső díszítések nem mondom, hogy a legtopposabbak lettek, de kívülről eszméletlen jól néz ki, tényleg. Az a helyzet, hogy ez számomra simán érdemel egy 9,5 pontot. És el is érkeztünk a következő épülethez, ami szintén brutális. Te jó ég. Itt még van egy szélmalom is ezen az óriás fán, és nézzük csak meg, ilyen kis lépcső vezet föl. Hát ez nagyon hangulatos.
Ez nagyon jól néz ki. Mondjuk ez a hőlégballon egy minimálisan okvetlen, de ez is marha jól néz ki, szóval jó, hogy itt van. Mennyiféle különböző dolog van itt használva, káprázik tőle a szemem, nagyon durva. Az a helyzet, hogy én erre az épületre is 9,5 pontot adok. Nem tudok dönteni, hogy melyik tetszik jobban, ez vagy az előző. Hát majd a többiek szavazata eldönti. Az pedig majd a videó végén kiderül, hogy mi lett. És itt vagyunk a következő helyen. Ez aztán egy jó kis tölcsérház, nem instabil picit ez így. De egyébként meg tölcsérháznak megfelelő. Ez a vízfal itt szerintem tök jól néz ki. Belülről is egészen be van rendezve ez az egész tölcsérházikó. Hát én erre őszintén egy 6,5 pontot adok. Aztán van itt egy ilyen is. Hát a környezet az nagyon szép, de az épület az kb. Egy olyan 6 pont. És itt is lenne a következő építmény, ami megint csak egy elég terebélyes építmény. A berendezése nem a legfullosabb, de nem is csúnya. Maradjunk abban, hogy olyan kis szépecske. Én erre az építményre, hát erre adok egy 8 pontot, mert amúgy ez tök jó, tényleg szép lett. Itt van a következő épület, amit látni is fogunk, hogyha hátrébb jövünk. Amúgy nem olyan rossz, de nem is ez lesz a kedvencem, az a helyzet. Hát ez egy 6,5 pont. És itt is van a következő, aminél én nem fogok sokat kertelni. Nekem ez az egyik kedvencem. Tehát ez egy olyan, amire én simán azt mondom, hogy ez egy 10 pont. Nézzük a tetejét. Aha, van itt egy szélforgó, meg napelemek, meg antennák. Azért a növény az bőven kiveszi a szerepét ebben az épületben. Itt van búza ültetve, répa. Tényleg ez számomra egy 10/10-es az a helyzet. Nézzétek meg, az a rész ott micsoda. Úgy csavarodik, ez nagyon tetszik. Olyan jó nézni, meg körbe menni körülötte. És itt is van a következő épület, ami kicsit kigyulladt. Mi? Mindegy, nem fog leégni igazából, mert szerveren vagyunk. Tehát ez az épület elég jól néz ki. Ott van egy kis madárka, vagy valami olyasmi. Igen, ez egy madárka, tök aranyos. Ez az épület kap tőlem 7,5 pontot. És itt van a következő épület, ami számomra most ez egy 6,5 pontot ér. És itt is van a következő. Jó kis ázsiai stílust kaptunk. Nézzük a bejárat, az nincs. Ja, hogy nincs berendezve. Ezt nem látta senki, ugye? Hát ha csak a külsejét értékelném, adnék egy 7 pontot. De mivel nem akarok azokkal kiszúrni, akik rendezték a belsejét is, ezért csak egy 6,5 pontot adok rá. Itt is van a következő építmény, ami wow, ezek a repülő madarak nagyon jól néznek ki első ránézésre. Ez a vízimalom, ez is tök jó. Itt ez az első vízimalom, amit látunk talán. És belül, belül is be van rendezve, nagyon jó. Jó, hát ez tőlem kap 7,5 pontot. Lehet, hogy többet is kapott volna, hogyha valami nagyobb épületet épít az illető, de így 7,5 pont. Ez lenne a következő építmény, ami tök kis kreatív, kis dizájnos, jól néz ki. Ez a vízfal, ez nagyon tetszik. Alapból egy nagy kocka alapja van, de jól fel van dizájnolva, szóval tetszik. Ezekkel a középre ültetett fákkal engem meg lehet venni. Jól van. Ez az épület számomra hát egy 7 pont. Itt is lenne a következő, aminek a lábai vízből vannak, ne tévesszem meg titeket, hogy ilyen szép egyenes. És hát ez lenne az építmény. Adom. Amúgy jól néz ki, viszont szerintem már láttunk szebbeket nála. Mondjuk az igen, ez micsoda. Oké. Okay. Na tehát erre kb. Egy 6,5 pontot adnék, sőt annyit adok. A következő épület pedig mi? Ez nagyon durván meg lett csavarva. Mármint hát nem szó szerint, hanem ti is látjátok. Mindenhol más-más dizájnok. Ez az épület tetszetős. Csak nincs túl sok belső része. Tehát itt oké, itt még mondjuk oda be lehet menni, de ennek a részének a funkcióját nem teljesen értem. Én adok rá simán egy 8,5 pontot. És akkor pedig itt van a következő. De jó ég. Hát ez is elég jól néz ki. Kezdjük innen. Itt van egy ilyen kis följárat. Tehát ez a környezet, ez nagyon jól meg lett csinálva. Ez nagyon tetszik. Meetings szobák. Jól van. Meetingeljük meg, hogy ez hány pontot ér. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ez sem egy napig építette valószínűleg a készítő. Ez nekem szinte ugyanúgy tetszik, mint az előző. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb. Ezért ennek az építménynek is 8,5 pontot adok. És ezzel a végére is értünk az értékelendő épületeknek, amik el lettek küldve a Kész Grópnak. Majd nem sokára elmondom, hogy kik nyertek, viszont előtte beszeretnék nektek mutatni egy pár olyan épületet, amik sajnos értékelésre nem kerültek, de szerintem megérdemlik, hogy benne legyenek a videóban, mert nagyon jól néznek ki. Itt van például ő az egyik. Aztán van itt egy ilyen is. Szerintem ez se lett értékelve, ha jól emlékszem, pedig nem, biztos, hogy nem lett, pedig ez nagyon jól néz ki. Aztán van itt egy ilyen is. Nekem erről az Assassin's Creed jut eszembe, de csak azért, mert ez úgy néz ki, mint egy kapucni. Van ilyen is. Ez sem néz ki rosszul. Ez se lett szerintem bemutatva, pedig ez is egy jó kis építmény. Van itt még ilyen japán stílusú épület, meg olyan, meg ez is nagyon jól néz ki szerintem. Van ilyen is, ami nem lett befejezve sajnos, pedig ez is tök jó lett volna. Illetve van itt egy ilyen is, ez is nagyon
nagyon jól néz ki. Tényleg kár, és nagyon sajnálom, hogy nem tudom ezeket értékelni. Vagyis tudnám én itt értékelni őket, de a többiek csak a beküldött építményeket értékelik, és az összesített értékelésünk számít, tehát nem csak az enyém. Viszont szerencsére értékelésre kerültek nagyon brutális, nagyon fullosan kinéző épületek is, szóval az még úgy szerencse valamennyire. Aztán van itt egy ilyen is, ez is brutális nagy, mondjuk itt elég sok minden van vegyítve, de tényleg ez is hatalmas. Aztán van itt egy ilyen is, ezt nem is tudom, hogy mutattam-e már, de ez is az egyik legjobb, ez is nagyon szépen néz ki szerintem, meg ez itt mellette, ez is ilyen kis tök részletes, és nekem ez is tetszik. Meg van itt ilyen is, ilyet sem bírtam volna építeni. Aztán van itt egy ilyen is, ezt nem tudom, hogy mutattam-e már külön, de nagyon jól néz ki ez a ház, meg ez a medve nagyon aranyos, csak az a baj ezzel az építménnyel, hogy pici. És most pár nap elteltével már tudom is az eredményeket, az első három helyezett építményt be is szeretném nektek mutatni, kezdjük a harmadikkal. A harmadik helyezettünk nem más lett, mint Tomcsiga, ezzel a gyönyörű gömbökből álló épülettel, tehát az ő nyereménye egy 100 000 forintos gamerszék, illetve a játékosoknak az igazi nevüket nem fogom mondani, mert nem kértem tőlük engedélyt ehhez. És most itt is vagyunk a második helyezettnek a telke előtt, nem húznám tovább az időt. Második lett Delta Fox Official, ezzel a gyönyörű szép csavart házzal, tényleg ez, hogy itt csavardik körbe, ez számomra megunhatatlan. És Delta Fox Officialnek pedig a nyereménye nem más, mint 300 000 forint értékben egy gamer monitor. És hölgyeim és uraim, el is érkeztünk a nyerteshez, aki nem más, mint Mark 2K-val. Ez lett itt bizony a győztes építmény. Mark nyerte meg a 500 000 forintot, nagyon gratulálok neki, illetve igazából minden versenyzőnek gratulálok. Tényleg nagyon profi építmények érkeztek, és nagyon hálás vagyok ezért mindenkinek. És ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziasztok!